jobb, mint ahogy elképzeltem. Az iskolában csak magyar nyelvű tanárokkal tudunk kommunikálni, és ők tanítanak minket, ami persze nem ugyanaz, mintha például egy kanadai tanárral, vagy egy amerikai tanárral például, ami itt van. Nekünk heti 4, illetve heti 3 órában van az iskolában nyelvoktatás, és emellett egy heti 2-2.5 óra az abszolút jól jön. Diákok véleményét hallhatták, olyanokét, akik vették a fáradtságot és időt, energiát nem kimélve nyáron és nyelvtanulásra adták a fejüket. Nem egyedi eset az övék, a jövőre fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Nyitott Világ Alapítvány közel 2000 tanulónak segített abban, hogy sikeres vizsgát tegyenek valamely idegen nyelvből. Az alapítvány működése egy igazi sikertörténet, mondta Tóth Lászlóné, aki a megálmodója volt a működésnek. Az volt a cél, hogy a közoktatást, az iskolai nyelvoktatást kiegészítve hozzunk létre valami olyasmit, ahol a diákok még plusz tudásra tudnak szert tenni, és akkor nyelvvizsgát szereznek, beszélni tudnak, világot látnak, ez volt a cél. Nagyjából ezt három pilléren követtük el és csináltuk. Az egyik az, hogy nyelvtanfolyamokat csináltunk folyamatosan, nyári nyelvtáborokat anyanyelvű tanárokkal, és lehetőséget biztosítunk a diákjainknak a külföldi gyakorlásra, hiszen itt látják ők azt, hogy megérte vagy nem. Azok, akik kezdetben ide jártak, ma már saját gyermekeiket hozzák, és ez a legnagyobb visszaigazolása a munkáknak. Sok minden változott az idők során, és mi megpróbálunk folyamatosan igazodni a kihívásokhoz és az igényekhez. Meséli Márti néni, ahogy a gyerekek hívják. Azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján hálásak ezek a tanítványok meg a szüleik, ezt nap mint nap érzem, hogy kaptak valami pluszt. Mindig a diáknak és a szülőnek a közös döntése, hogy ki mikor mit hogyan tanul. A diákokon azt érzem, hogy ahogy az évek múltak, egyre inkább ők is tudják személyesen, hogy igen, erre szükség van. És látom ezt abból is például, hogy egyre fiatalabbak jelentkeznek a nyelvtanfolyamainkra, ami nekem is egy személyes nagy tapasztalat, hogy milyen jól terhelhetők az általános iskola felső tagozatosai például. Tehát akár egy középfokú nyelvvizsgát is lehet velük csinálni, nyilván szorgalom szükségeltetik, élettapasztalat is valamilyen szinten, de nagyon-nagyon jól tudnak tanulni, és eredményesen. Tehát igen, a diákok látják, hogy mire van szükség. Na most nyilván egy középiskolásnál ez egyértelmű, eddig is az volt, kell nekik egy nyelvvizsgapapír is, hogy felsőfokú intézménybe bejussanak, és ezt egyben akkor elintézik ezzel, hogy egy diplomát is tudnak szerezni. A riport elején megszólaló ifjú is azt emelte ki, mennyire más az, amikor anyanyelvi tanár tanítja a nyelvet, és a tanítás mellett más kultúrát is behoz a gyerekek közé. Azt is érdekes megfigyelni az idő múlásával, hogyan változnak azok a témák, melyek érdekesek a gyerekek számára. Az alapítvány az állandóságot, ugyanazokat a dolgokat csinálja gyakorlatilag 24 éve, viszont a világ az változik, folyamatosan változik, és lehet, hogy nem is érezzük, de idomulunk hozzá, és alkalmazkodunk ezekhez a változásokhoz. És nem is kell mindig mindent tudni, tehát sokszor a diákokon látom azt, hogy ez is működik, az is működik, tehát akkor valószínű ezeknek a változásoknak is meg tudtunk felelni. Ahogy változik a világ, tehát tényleg az események is alakulnak, legyen az klímaváltozás, vagy bármi, ami mondjuk 25 éve nem volt, vagy nem beszéltünk róla, vagy nem tudtuk, nyilván előkerül. Azt kell látni, hogy milyen anyagokból merítünk, például angolból, vagy németből, bármelyik nyelvből, újságcikkekből. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy mindig aktuális legyen nem csak maga a téma, hanem az ehhez kapcsolódó szókincs. Tehát ez az, amit meg kell tanítani a diákoknak. Akkor tudnak róla beszélni, akkor tudnak kérdezni, vagy véleményt nyilvánítani, vagy akár érvelni. Most például itt van ez a pandémiás időszak. Tehát online oktatás volt hónapokig gyakorlatilag. Új volt ez mindenkinek, a pedagógusoknak is. Tehát ahhoz, hogy erről beszélni tudjanak, nekünk is angolul, németül erről beszélni kell. Szavakat megtanítani, és ez működik. Az aktuális témákat mindig szem előtt tartjuk, és fontosnak. Bár a világ egyre jobban kinyílik, azért maradnak dolgok, amik nem változnak még a nyelvtanulásban sem. Az angol és a német maradt az alapvető nyelv, a legtöbb gyerek ezeket választja idegen nyelvként.
Tóth Lászlóné azt is elmesélte, hogy a pandémia idején gondban voltak az oktatás helyeinek dolgában. Az első megkereső szóra azonnal kaptak segítséget, így gyakorlatilag abban az időben is folyamatosan tudtak dolgozni. És ez is egyfajta visszajelzés munkájuk elismeréséről. A 25 éves évforduló megünnepléséről nem tettek le. Sőt, azt is tervezik, ha lehet, minden tanítványukat meghívják majd egy nagy, közös ünneplésre.